Köszöntöm a csillagpont rádió hallgatóit, és köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Karosi Tamást, a központi kórház fülorgége és fejnyaksebészeti osztálynak vezető főorvosát. A közelmúltban ismét egy olyan műtétet végeztek el az osztályán tanár úrnak, ami, ami tulajdonképpen a műtétek száma szempontjából nem túl gyakori, éppen ezért nem is sok helyen végzik el, mert hogy bizonyos feltételeknek meg kell, hogy feleljenek, mind szakmai szempontból, mind úgynevezett infrastruktúra szempontjából. Nos, ez a műtét, ez nem más, és majd segítsen, hogyha én rosszul ejtem ki, ez a, az úgynevezett glomus karotikum. Most ha ezt a két szót hallja az ember, a laikus különösen, akkor igazán nem sok mindent mond neki. Úgyhogy először arra kérem tanárulat, hogy határozzuk meg, hogy milyen Beavatkozásról, milyen betegségről volt szó, szóval, tulajdonképpen, mit összeállít ez még mindig unikumnak, és miért olyan nagy jelentőségű, miért nem vállalják a műtéti megoldást. Jó reggelt kívánok, köszönöm a megtisztelő meghívást, illetve üdvözlöm a kedves hallgatókat. Először a glomus karotikumról etenék néhány szót. Ez egy anatómiai képlet, mégpedig az agyi főverőérnek az oszlásában elhelyezkedő képlet, amely úgynevezett hormonális vagy hormonrendszerhez tartozó sejteket tartalmaz, és a vérnyomás szabályozásban, valamint a szívritmus szabályozásában játszik alapvető szerepet. Normális körülmények között ez egy nem tapintható, nagyon pici, szinte mikroszkopikus szervecske. A karotésztát az főverőjének a oszlásában helyezkedik el. Bizonyos körülmények között azonban ez a kis szerv hát, szaporodásnak, proliferációnak indul, és kialakul egy úgynevezett glumus karotikum tumor, vagy más néven karotisz test tumor, amelynek általában nagyon minimális tünetei vannak, és a betegek már csak akkor észlelik, amikor a nyakon kívülről egy pulzáló, tehát általában a és követő rezisztenciaként, vagy növedékként tapintható, és hát általában látható is. Fáj, fájdalmatok? Nagyon jellegzetes az, hogy teljesen fájdalmatlan és nagyon lassú növekedés mutató daganatról van szó, amely az esetek nagy részében, szinte döntő többségében legalábbis szövetlenül a jóindulatú daganat, tehát ez azt jelenti, hogy nem ad távoli áttéteket, nem ad nyirokcsomó áttéteket, azonban klinikai értelemben ez a jóindulatúság már egyáltalán nem támasztható alá, és egy klinikai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legrossz daganatok közé tartozik, ami a prognózist, illetve a hosszú távú felépülést, illetve gyógyulást jelentheti. Hát hiszen azt mondta, hogy, hogy a vérnyomásra is hat, meg a szív működésére is hat, tehát ha kimondja ezt a két dolgot az ember, akkor rögtön az jut az eszébe, hogy ez abban a pillanatban akár végzetes is lehet egy ilyen működésbeli hiba. Így van, bár általában ezek a daganatok nem funkcionálnak. Tehát azt jelenti, hogy maguk a sejtek, amelyek a daganat kialakulásában részt vesznek, azok egy genetikai mutáción estnek át. Ez lehet örökletes is, illetve lehet egy új mutáció is. És ennek következtében nem töltik be a funkciójukat. Maga a szerv ezt úgy észleli, hogy nincs kellő olyan sejtje, amivel a vérnyomás szabályozásban, illetve a szívritmus szabályozásában részt tudna venni. Ennek megfelelően olyan belső jelek, jelrendszerek, molekuláris utak indulnak el ebben a kis szervecskében, hogy lehetőség szerint egyre több sejtet termeljen, amelyek vélhetőleg majdnem funkcionálnak, de sajnos nem fognak működni, nem látják el a feladatukat, és ennek a következménye a daganat kialakulása. Említette, hogy genetikai oka is lehet a kialakulásnak. Ott, ha ez, ez előfordul, akkor annyiból előnyösebb helyzetben vannak, meg gondolom, hogy egy célzott vizsgálattal rá lehet virágítani, hogy van-e esély, vagy nincs. De amikor nincs ilyen genetikai háttér, van-e például ennek meg megfelelően szűrővizsgálatot? Vagy egyáltalán az embernek eszébe jut például ilyenre kérni szűrővizsgálatot? Elméletileg van szűrővizsgálat, ha felmerül a gyanú erre a típusú daganatra, de általában már okafagyott a szűrővizsgálat, hiszen egyrészt rendkívül drága, másrészt a betegségnek az előfordulási gyakorisága olyan kicsi, tehát kb. 1-100 ezerhez az előfordulása, amely igazából nem indokolja a szűrővizsgálatoknak a bevezetését. Abban az esetben, amikor pedig már diagnosztizáltuk magát a daganatot esetleg arra is kiterhetünk, hogy milyen diagnosztikus lépések szükségesek, illetve ajánlottak a daganatnak a felismerésében, illetve a helyes terápia megtervezésében, akkor már igazából a genetikai vizsgálatnak, illetve a szűrővizsgálatnak nincs jelentősége. Azonban vannak olyan laboratóriumi tesztek és olyan különböző képalkotó vizsgálatok, ahol azokat a típusú betegeket mindenképpen ki kell szűrni, akiknél úgynevezett más genetikai rendelenségekkel is társulhat az a karotis test tumor, tehát ez a glomus karotikum tumor. Ezek azok az esetek, ahol egyértelmű genetikai háttér merül fel, akár generációkat átugorva is. Itt mindenképpen ki kell zárni a mellékvese kéreg, illetve a mellékvese velő, velő daganatait, különböző ideghüvely daganatokat, tehát azokat a típusú betegségeket, amelyek a különböző hormonszerveknek, endokrinszerveknek, illetve az idegrendszernek a daganataival járhatnak együtt. Ez rendkívül fontos, annál is inkább, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor elnézhetünk olyan szindrómákat, olyan genetikai rendelenségeket, amelyek lehet, hogy sokkal gyorsabb beavatkozást igényelnek, akár sebészi, akár gyógyszeres beavatkozást igényelnek, mint maga a glomuskaratikum tumor. És azt is hozzátenném, hogy ezek a daganatok általában hormonálisan inaktívak, Azonban visszatérve a tünetekhez, vannak olyan típusú karotisztes tumorok, amelyek hormonokat termelnek, elsősorban adrenalint, illetve noradrenalint. Ennek megfelelően a betegeknek néha olyan tünetei vannak, hogy hirtelen ö, megemelkedik a vérnyomásuk, ö, szapora szíverést tapasztalnak, esetleg kipirosodnak, verejtékeznek, bizonyos esetekben pedig nagyon-nagyon gyorsan ö, leesik a vérnyomás, és ez ö, kollapsus tehát ájulási hajlammal társulhat. De akkor még nincs külső tünete, már akkor is meg Lehet külső tünete, már akkor is. Nyilvánvaló ez figyelemfelkeltő. Ö, azonban olyan esetek is előfordulnak, hogy még a nagyon pici esetleg kívülről nem is tapintható, de mégis ilyen tünetei vannak a betegnek, ilyenkor is kell gondolni erre a típusú daganatra például. De most eszembe jutott a mammográfiai vizsgálat, hogy ajánlják, hogy az ember időről időre vizsgálja meg magát, akkor itt nincs valamiféle olyan lehetőség, hogy nyomkodjuk a nyakunkat, és ha ott valami eh, nem oda idők kis dumócskát találunk, akkor kocogjunk el az orvoshoz, esetleg a megelőzésben hmm, ez fontos. Nehéz kérdés, nem javasolt a nyaknak a tapintása, semmiképp sem javasolt a nyaknak az önt tapintása. Általában, ha a nyakon bármilyen rezisztenciát, növedéket észlelünk, nyilvánvalóan nem a bőrön kívül, hanem a bőr alatt, akkor ez látható. Na most, ha látható, akkor óvatosan persze meg lehet tapintani, de azonnal orvoshoz kell fordulni. Annak nem sok értelme van, hogy egy teljesen normális nyak megjelenés mellett saját magunkat áttapintsuk, ugyanis nagyon nagy a hiba lehetőség, és ez egyáltalán nem javasolt a nyak esetében. Az érdeganatoknál meg különösen nem javasolt, hiszen egy normális, egészséges embernek a nyaki főverőere, illetve annak az oszlása, az borzasztó érzékeny. Ez azt jelenti, hogy esetlegesen egy rosszul sikerült tapintás kapcsán, hogyha saját magunknak megnyomjuk az agyi főverőerünket, amely a fejbicentőizom alatt helyezkedik el, annak felső és középső harmadának határán, akkor eh, aktiváljuk ezt a receptort, ezt az úgynevezett baró receptort, ami még egyszer mondom a eh, vérnyomás szabályozásban játszik alapvető szerepet, és ennek hirtelen megnyomásával eh, azonnali ájulást, tehát ön, eh, kollapszust tudunk kiváltani, tehát semmiképp nem javasolt a eh, tapintás. Térjünk vissza arra, hogy miért nem, nem javasolják, miért nem nagyon vállalják ezt a műtétet, mert ugye szó volt arról, hogy ez bizonyos szakmai feltételekkel párosul, meg infrastruktúrális, tehát technikai berendezésbeli adottságokkal is rendelkezni kell, ugye? Így van. Általában a műtétet vagy fejnyöksebész, vagy pedig érsebész végzi, vagy pedig a két szakma együttesen. Magyarországon elsősorban a fejnyöksebészeti beavatkozás, illetve a fejnyöksebész által végzett műtét az elterjedt. A daganatnak egyébként különböző stádiumai vannak, és ez talán jobban szemléltető, hogy miért olyan nagyon veszélyes maga a műtét, és egyébként maga a daganat is. Mind a mellett, hogy hangsúlyozom, hogy egy lassan növekvő daganat típusról, féleségről van szó. Az előre haladott esetek, és általában ezekkel találkozunk, azok érintik magát a agyifőverének az oszlását, a közös agyifőverőeret, és nagyon gyakran behüvejezik az agyat ellátó főverőeret is, illetve a fejnyak ellátó úgynevezett külső karotisz ágat is. Most ezek a típusú, vagy ezek a stádiumodaganatok olyan ö, problémát jelentenek, amely egy rendkívüli ö, sebészi felkészültséget igényel, hiszen ö, elegendő egy rossz mozdulata ö, daganat kipreparálása során, és olyan ö, érképletek sérülhetnek meg, amelyek azonnali ö, elvérzéshez vezethetnek. A halálhoz? Lényegében igen. Illetve ha az agyi ága sérül, akkor sajnos a legsúlyosabb stroke alakul ki, ami az ellenoldali agyfélte teljes elhalásával jár. Hát ez elég riasztóan hangzik. Igen, tehát ez valóban egy rendkívül rizikós műtét, mind a beteg számára természetesen, de az operáló tím, tehát a csapat számára is, hiszen egy nagyon komoly felkészültséget, nagyon komoly összehangoltságot igénylő műtéti beavatkozásról van szó, amelyet természetesen megelő számos vizsgálat, illetve számos intervenció. Tehát ez azt jelenti, hogy nem elegendő önmagában a felkészült sebész, hanem rendkívüli szükség van egy nagyon komolyan felszerelt, úgynevezett intervencionális radiológiai laborra is, ahol a radiológus kollega különböző vizsgálatokat követően, ezek lehetnek angio-CT vizsgálat, úgynevezett virtuális angiográfiás vizsgálat. Egy artériás katételen keresztül feltölti a daganatot ellátó ereket. Ugyanis a másik probléma a daganattal kapcsolatban az, hogy tekintettel arra, hogy egy érfalból kinövő daganatról van szó, sajnos még rendkívül vérzékeny is. Következésképpen, hogyha a műtét előtt a daganat vérállátását nem szüntetjük meg ezzel a radiológiai módszerrel, akkor a műtét során olyan jelentős vérzést kaphatunk magából a daganatból, ami szinte teljes mértékben uralhatatlan. És ezért nagyon fontos az, hogyha már megvan a diagnózis, akkor a műtét előtt történjék meg az embolizációs eljárás, és innentől kezdve kb. 48-72 óránk van arra, hogy elvégezzük magát a műtéti beavatkozást. Hogyha ezen az időablakon túlmegyünk, akkor sajnos a daganat újra ereződik, tehát újra megkapja az eddigi vérelátását más kis környező erekből, és onnantól kezdve ott vagyunk, mintha nem tettünk volna semmit. Hát van nekünk egy vaszkuláris centrumunk, ami Igen. mindenképpen előnyünk, ugye? Igen. Tehát ez egy országosan, sőt nemzetközileg is elismert uh, intervencionális uh, radiológiai vaszkuláris uh, centrum. Ennek megfelelően egy nagyon-nagyon uh, uh, jó helyzetben van a uh, fülorgégiszteti, fejnyögsebészeti osztály is, illetve a kórház is, valamint a betegek is, hiszen kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek. Minden bizonyal az ilyen műtétnek a sikerét az is befolyásolja, hogy Hány éves, hány esztendős az alany, hogy mikor érkezik, ugye? Bár most én arra következtettem, hogy igen, ugye lassan nő ez a daganat, tehát ott nem sürget az idő, de akkor, amikor már elér egy bizonyos szintet, akkor már ott az ön által is említett ö, ö, idő időintervallumon belül kell elvégezni a beavatkozást. De akkor mindenképpen befolyásolja meg hát azt, hogy milyen élet... Módot él az ember. Hát nyilván egy elmeszesedett érfalnásokkal nehezebb elvégezni ezt a beavatkozást, nem? Ez így van, azonban jellemző a betegségre, és erről még nem beszéltünk, hogy elsősorban nőknek a betegséget, tehát a női férfi arány az körülbelül 4-5 az egyhez. Ennek a hormon lehet a háttere? E, valószínűleg hormonális háttere lehet, hiszen vannak olyan női nemi hormonok, illetve növekedési faktorok, amelyek nyilvánvalóan a nők szervezetében nagyobb mennyiségben termelődnek, és ez most ebben nem szeretnék mélyen belemenni, de olyan molekuláris hátteret tekint a, teremt, amely hajlamosítja a hölgyeket erre a megbetegedésre, szemben a férfiakkal. És hát innen jön az, hogy elsősorban fiatalok, gyerekek, serdülőkorúak, illetve fiatal felnőtteknek a betegségéről van szó, hiszen ők hormonálisan aktívak, és ezekben az esetekben rendkívül ritka az, hogy bármiféle messzesedés, szklerózis legyen a agyi főverőjelben, illetve a különböző artériákon. Tehát általában ez a jelenség, tehát az érelmeszesedés nem nehezíti meg a műtéti tevékenységünket. Ha jól tudom, akkor nálunk már kettő ilyen beavatkozás is történt, ugye? Az önök osztályán. Igen, két beavatkozást végeztünk, egy gyermek, illetve egy fiatal felnőtt betegen, és néhány héten belül végezzük a harmadik műtétünket is. Gyermek volt az első? Igen, gyermek Igen. volt az első, egy hét éves gyermek. Ilyenkor valamiféle az utókezelésnél, amikor visszajön a beteg, akkor van valami olyan, amire neki aztán innentől kezdve a jövőben különösen figyelni kell, vagy ez egy végérvényes beavatkozásnak fogható fel? Abban az esetben, hogyha a beavatkozás során a teljes daganatot sikerül eltávolítanunk, akkor lényegében nincsen olyan megkötés vagy életmódbeli megszorítás, amit a beteg onnantól kezdve nem végezhet. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében úgy élhet, mint bármilyen más egészséges ember, szemben a műtét előtti állapottal. Tehát abban az esetben, hogyha a daganat egy bizonyos méretet elér, és a nyakon egy jól látható növekményként, jelentkezik, akkor hát sajnos vannak bizonyos megszorítások. Tehát például iskolás gyermekek esetén szóba sem jöhet a testnevelés. Nagyon-nagyon vigyázni kell a különböző traumák, ütéseknek, véletlen sérüléseknek az elkerülésére, hiszen azonnali bevérzéssel, óriási nyaki hematóma kialakulásával, illetve sajnos paradox módon az agyi artériák elzáródásával járhat egy ilyen sérülés. Tehát például a gyermekbeteg esetében is ugye magántanuló lett a kislány, Nyilvánvaló, befolyásolja az nyilvánvalóan életen. befolyásolja az életminőséget. Felhívtam ide magamnak egy szót, mozaik szót a mert ugye említette, hogy nem túl gyakori ez a betegség, és éppen ma olvastam arról, hogy a ritka betegségek kell élők részére a fővárosban valamilyen központi részleget alakítottak ki, és hát ez mindenképpen pozitív, ez jó. Ez maga is a ritka betegségek körébe tartozik? Egyértelműen a ritka betegségek körébe tartozik, és egy olyan kihívás jelent a sebész számára, a sebész számára, ami egy rendkívül összetett differenciál-diagnosztikai gondolkodást igényel. Tehát a mi szakmánk, a fülorgégiszeti fejnyaksebészeti szakma azért is egy nagyon érdekes szakma, mert azon túl, hogy rendkívül szertágazó műtéti tevékenységen jár egészen kezdve a mikrosebészettől a nagy onkológiai sebészeti beavatkozásokig, számos olyan betegséggel találkozunk a fejnyak régióban, többek között ezzel a betegséggel is amely bizonyos belgyógyászati szemléletet igényel. Tehát gondolnunk kell egyéb ritka betegségekre, ahogy a beszélgetés elején említettem, különböző társuló daganatos betegségekre, genetikai szindrómákra, és a többi, és a többi. Ennek megfelelően Valóban azt mondhatom, hogy ritka betegségről, illetve ritka betegség felismeréséről van szó a tervezés, illetve a diagnózis kezdeti stádiumában. Én azért hoztam ezt a rirosszóba, mert valójában ez is egy kicsit oka lehet annak, hogy maguk a szakemberek, az orvosok sem szívesen vállalnak ilyen beavatkozást, ilyen műtétet, ugye? Hát, hát sok az ismeretlen még mindig, meg sok a a, egyrészt a rutin hiány miatt, másrészt a veszélyessége miatt. É, igen, tehát ennek a úgynevezett glomangioma sebészetnek egyébként nem csak a karotizban, tehát nem csak az agyi jelentkezhet a fenyek régióban, hanem érintheti a középfület és a középfülnek az alsó területét is, ugyanis sajnos ilyen vérnyom, hát nem sajnos, csak ugye klinikai szempontból mondom, hogy sajnos, ilyen vérnyomás szabályozó receptorok sajnos a középfülben is elhelyezkedhetnek, és el is, el is helyezkednek, és ebben a, ezekből a receptorokból, tehát ezekből a szabályozó kis szervecskékből itt is kialakulhatnak e, daganatos folyamatok. Visszatérve az eredeti kérdéshez, ez a műtéti technika, ez e, külön előképzettséget igényel, tehát mindenfajta e, sebészi surgical trainingen kell ahhoz átesni, hogy az ember ezeket a műtéteket e, felelősséggel vállalhassa. És még egyszer mondom, rendkívül rizikós a műtéti beavatkozás. Ha egy kicsit sarkítani e, próbálnék, akkor azt tudom mondani, hogy kétesélyes. Nagyon kevés olyan e, e, kollega van, aki ezt a kétesét e, vagy kétesélyes beavatkozást nem, nem. felvállalná, e, még amellett, hogy e, esetleg technikailag felkészült. Köszönöm szépen, most egy kis zenét hallgassunk, mielőtt az úgynevezett diagnosztikai lépésekről beszélnénk, meg a helyes terápia felállításáról, itt a csillagpont rádió műsorában dr. Karosi Tamással. Az agyi főerő növekvő daganatról beszélgetünk tulajdonképpen, erről a bizonyos uh, grómus karotikumról. Uh, dr. Karosi Tamással a Borsodabói Zemplén megyei központi kórház fülorgége és fejnyaksebészeti osztályának vezetőjével sok mindenről szóltunk az zene előtt, de két adóságunk még van, meg még más is. Ez a két adóság a betegség diagnosztikai lépéseinek a felállításával foglalkozik tulajdonképpen, amiről a következő percekben szeretném, ha elmondaná, hogy hogy is történik ez. Hogy diagnosztizálják, és hogy történnek ezek a beavatkozások? Igen, tehát általában a beteg jelentkezik, illetve most már mondhatom, hogy lassan központként működünk, tehát az ország Milyen minden, igen, az ország minden részéről várjuk a, ezeket a betegeket, ahogy említettem, nem csak a nyaki növekményekkel, rezisztenciákkal foglalkozunk, hanem a középfülben, illetve a belső fülben is megjelenő ér-eredetű daganatokkal is. Így, így ennek megfelelően eseteink száma meghaladja a 20-at is, ami országos szinten kiemelkedő számot jelent. Tehát a beteg jelentkezik a osztályon, és ugye a legfőbb panasz ez a fájdalmatlanul növekvő, lassan növekvő nyaki duzzanat, amelyet hát általában a betegek nyilván zavarónak éreznek. Emellett bizonyos hormonális tünetek is előfordulhatnak, tehát az ingadozó vérnyomás, az ájulás, hajlam, kipirosodás, illetve ahogy korábban említettem, hogyha ezzel a típusú daganattal esetleg más hormonális daganat is társul, akkor különböző endokrinológiai, tehát hormonális elváltozások is jelentkeznek, amelyeket mindenképpen szükséges felismerni az általános diagnózis során. Tehát a legfontosabb lépés az, hogy magát a nyaki növedéket, a nyaki daganatot elkülönítsük más típusú duzzanatoktól, akár megnagyobbodott nyirokcsomóktól, akár nyirokcsomó áttétektől, és számos más nyaki rezisztenciától. Ez a legelső szempont. Nagyon fontos az, hogy a tapintásnál mindenképpen hosszabb ideig érdemes rajta tartanunk a tapintó a növekményen, ezen a Rezisztencián, pulzál, és érezhetjük, érezhetjük így van, érezhetjük a pulzálást. Amennyiben együtt mozog a nagyerekkel, tehát a agyi főverőjelrel, akkor mindenképpen érdemes egy fonendoszkópot gyorsan előkapni, és erre a fonendoszkópot ráhelyezni a daganatra, és egy jellezetes súrogó a pulzussal együtt mozgó hangot lehet hallani a fonendoszkópban, bár ez általában a nagyobb méretű daganatoknál jellemző. Abban az esetben hogyha a legkisebb gyanú is felmerül arra, hogy itt egy ö, úgynevezett karotész gomangiumáról van szó, akkor az általában a nyaki rezisztenciák kivizsgálásánál ö, szokásos úgynevezett tűbiopszia, tehát aspirációs tűbiopszia abszolút kontraindikált. Tekintettel arra, hogy ö, hogy említettem már korábban, ennek a daganatnak az érellátása, vagy vérellátása és erezettsége az rendkívül bőséges. Ennek megfelelően azon kevés daganatok közé tartozik, ilyenek még a melanoma és a Wilms tumor is, amelyeknek az aspirációs biopsziája az abszolút kontraindikált, tehát fel sem merül, hogy szúrásos szövettani mintavételre kerüljön sor, és ugyanígy nem szabad ebbe a daganatféleségbe. Hát sajnos erre már volt példa, rendelői körülmények között, vagy egy kis műtőben úgymond belevágni és egy, egy szövettani mintát kivenni, mert az sajnos fatális, tehát akár ez halálos vérzéssel venni. járhat. Tehát amennyiben felmerül ennek a lehetősége, akkor az első lépés az, hogy szükséges egy képalkotó vizsgálatot végezni kontrasztanyaggal, ez lehet kontrasztanyagos CT vizsgálat, bár érdemes úgynevezett angió CT t kérni, ahol, vagy virtuális angiográfiát, ahol magának a daganatnak az érállátása az agyi ez való viszonya pontosan Eltetem, meghatározható. Általában ez a vizsgálat meghozza a végleges diagnózist. Ezt követően egyébként egy kiiktatható lépés következik, amikor elvégzi a radiológus kollega, az ünyezet, intervencionális radiológus kollega az érfestést, az úgynevezett DSA vizsgálatot a comb verőéren keresztül. Általában ez nem terápiás beavatkozás első körben, hanem egy diagnosztikus vizsgálat. Ezzel lehet legpontosabban meghatározni azt, hogy a daganatnak milyen az erezettsége, milyen a vérellátása, és milyen az agyi való viszonya. Nagyon jellegzetes radiológiai lelet, hogy a daganatban ilyen kontrasztanyag túlcsák keletkeznek, mindenféle aberrás erei vannak, és ilyen dugóhúzószfelejen csavarodnak a daganat körül, és előre haladottabb esetekben maga a daganat, mint egy kelhet, szétolja a külső, illetve a belső agyi főverőeret, ennek megfelelően tudjuk azt pontosan megállapítani, hogy a daganatnak milyen a kiterjedése, milyen a környezetéhez való viszonya, tehát hogy befogja-e a karotisznak az oszlását, mennyire érinti az agyat, agyféltegét ellátó főverőeret, illetve a közös főverőeret, illetve milyen a alaphoz való viszonya. Sajnos vannak olyan esetek, amikor maga a alap csontozata is érintett a daganat által, Ezekben az esetekben nagyon-nagyon kicsi a gyógyulás, illetve a sikeres műtétnek az esélye. Tehát enélkül a vizsgálat nélkül lényegében nem szabad belevinni a beteget műtétben. A következő lépcső az pedig az úgynevezett terápiás DSA, tehát a terápiás intervencionális radiológiai beavatkozás, amikor egy hasonló katéteren keresztül nem csak érfestést végez a radiológus kollega, hanem a daganatot ellátó ereket ragasztóanyaggal, metakrilát típusú ragasztóanyaggal, vagy különböző szerekkel, vagy esetleg kis fém úgynevezett kojlokkal, tehát ilyen kis dróthurkokkal elzárja. Ezáltal a daganatnak a vérrelátása jelentősen csökken, akár 90% és is csökkenhet. Ezzel az intraoperatív, tehát a műtéti vérzést tudjuk minimálisra csökkenni, vagy legalábbis annak rizikóját minimalizálni. És ezt követően egy 48-72 órás időintervallumunk van arra, hogy megoperáljuk a beteget, nagyon gondos anesteziológiai előkészítést követően, természetesen. Ha ebből az időintervallumból kifutunk, akkor a daganat újra visszaereződik, és hát gondolt. lényegében gondot okoz. Ez hosszú beavatkozás, hosszú időt igénybe beavatkozás, vagy esete válogatja? Itt a műtétről, vagy pedig műtétről. a műtétről? Műtétről. Alapvetően, ha a sebésznek egy megfelelő ö, képzettsége, jártassága van a beavatkozásban, ö, úgymond rutinja van a beavatkozásban, még annak ellenére is, hogy nem rutin műtétről van szó, akkor ö, tudom azt, hogy egyébként a laikusok számára az, hogy egy műtét milyen hosszú az a műtétnek a nehézségével ö, nagyjából egyenlőséget mutat, de nem tudok ilyet mondani, tehát Körülbelül egy-másfél óra alatt megoldható ez a beavatkozás, eltávolítható a daganat, ami lényegében attól függ, hogy mennyire haladósan műtét, mennyire preparálunk gyorsan, mennyire hát kapjuk el a akkor? Fonal, fonalat, de alapvetően 4-6-8 órás műtétekről nem beszélhetünk, mert annál is inkább, mert hogyha ilyenre van szükség, akkor ott valamilyen sebészeti jellegű felkészültségbeli probléma van. Nagyon hosszan van nyitva a seb, a beteg kihűlhet a műtét alatt, a agyi nyomkodása egyáltalán nem tesz jót sem a szívritmusnak, sem az agyi vérelátásnak, tehát ilyen heroikus hosszúságú műtéteket nem végzünk egyáltalán. Hát na, amikor már ugye ez az invazív szó is épült a köztudatból, hogy annyi olyan beavatkozást végeznek el, amiről korábban szó nem volt, vagy most a sebésztető eszembe jutott, hogy a, az epemütét milyen változáson ment keresztül az utóbbi évek során, hogy korábban keresztül vágták az embert, ma meg már három ponton keresztül Igen. meg tudják tenni. A, a, az idő másként realizálódik, vagy másként alakul a fejekben is. Itt figyeltem, ahogy beszélgetünk, három szakma is eszembe jutott, társ ugye az intervenciós radiológus, az Sebész az onkológus. Azért itt, ha maga a műtéti beavatkozás, az nem is úgy történik, hogy egyszerűen mindenki ott van, de az előkészület során, vagy a diagnosztikai lépések felállítás során mindenképpen, hogy ott kell szorosan konzultálni kell. Így van, tehát egy egyértelmű csapatmunkáról van szó. Itt az érsebészekkel azt gondolom, hogy nekünk semmiféle versenyünk, tehát kompetíciónk nincsen. Alapvetően nyilván vannak, vagy lehetnek olyan esetek, amikor szükséges az érsebészeti segítség, illetve az érsebészeti konzílium, akár intraoperatív konzílium, tehát például egy érsérülésnél, vagy egy olyan daganatnál, ahol szükséges a főverőérnek az átmeneti kirekesztése, akkor természetesen érsebész segítségére mindenképp szükség van, de nagyon fontos az, hogy a felnyaksebész felkészült legyen, az ilyen műtétet végző felnyaksebész felkészült legyen egy érsérülés azonnali ellátására, illetve megvarrására. A, ahogy említettük, ugye a radiológus kollega nélkül a műtét az nem is tervezhető, meg nem is végezhető el, tehát olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre intervencionális radiológiai központ fel sem merül a műtétnek a kivitelezése, tehát vagy legalábbis rendkívül rizikós, amely teljesen fölösleges terhet róna a betegre. A patológusnak igazából szintén nagyon komoly szerepe van, hiszen a posztoperatív kezelés megtervezésében rendkívül fontos az a korszövetlen elelet, amit ő kiad, hogy egy jó indulatú, vagy pedig esetleg nagyon ritkán egy szövettenleg rossz indulatú daganattal állunk szemben, és ilyenkor jön az onkológus kollega is, de szerencsére ez utóbbi nagyon ritka, tehát nagyon ritka az, hogy egy erdaganat ami, ahogy említettem, klinikailag sem jó indulatú, még szövettenőleg is rossz indulatú Ilyen. legyen, és esetleg távoli áttéteket adjon. Jó dolog, hogy ilyenekről beszélhetünk, és hát ugye többször is elhangzott meg az elején is, hogy ennek egy, -egy szakmai felkészültség is hátterében kell, hogy legyen meg, meg a technikai felszereltség is. És most eszembe jutott, hogy mi legutoljára, akkor beszélgettünk itt tanárúra a stúdióban, amikor egy óriási Gálára készültek, amit az osztály kezdeményezésére indítottak el, és hát ennek a bevételét ezt műszer- eszköz ellátottságra, a javítás, a színvonal emelésre igyekeztek fordítani. És már a birtokunkban van egy meghívó, mi szerint ugye majd szeptember 6-án lesz egy olyan sajtótájékoztató, amelyen a jótékonysági koncertből befolyt összeg sorsáról tájékoztatják majd rajtunk keresztül a nagy érdemű úgymond. Tehát figyelemmel kísérhetik a laikusok is, akik részt vettek ennek az eszköznek a beszerzésében. Milyen eszközről van szó szóval szabad egy kis előzetes sajtótájékoztatót kérni? Természetesen, ugye a Magyar Rákérens ligával összefogva a Miskolci Nemzeti Színház segítségével és számos, számos más támogató segítségével egy jótékonysági gálát szerveztünk március 5-én amely alapvetően egy endoszkópos toronynak a beszerzésére irányult. Hát nem árulok el nagy titkot, hogy a mai világban rendkívül nehéz összegyűjteni egy akkora összeget, amely ennek az endoszkópos toronynak a beszerzésére szolgált. Tehát ez nem járt sikerrel, tehát egyelőre így van, prolongálódik. bár vannak ígéreteink arra, hogy talán a nagyon-nagyon közeli jövőben ennek a beszerzésére mégis sor kerülhet a lényeg az, hogy e, egy több mint 3 millió forint e, gyűlt, gyűlt, össze közadakozásból, és a Magyar Rákjelenes Liga e, már ezt az eszközt meg is vásárolta, amiről mindjárt fogunk beszélni. E, meg is vásárolta, e, kórházunk részére átad, és jelenleg a szobámban van, e, dobozokban. E, egy úgynevezett argonplazma koagulátorról van szó, amely Hát az országban nagyon kevés helyen érhető el. Egy speciális onkosebészeti berendezésről beszélünk most, amely rendkívül szertágazó alkalmazási lehetőségeket kínál, tehát szike nélkül képesek vagyunk, érintés nélkül képesek vagyunk a bőrt átvágni ezzel az eszközzel, a lágyrészeket képreparálni ezzel az eszközzel, különböző endoszkópos beavatkozásoknál, koponyalapi sebészeti beavatkozásoknál, nagy onkológiai műtéteknél használjuk magát a berendezést. Tehát ilyen lézer alapú van? Nem. Lényegében ugye három halmazállapot ismert, ugye a szilárd, a gáz és a folyékony halmazállapot, azonban van egy úgynevezett negyedik halmazállapot, is, ez nem más, mint a plazma állapota Ez egy úgynevezett ionizált gáz. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy az eszköz egy argongázzal, tehát egy nemes gázzal működik, amit a berendezésben elhelyezkedő modulátor egység ionizál, ezáltal létrejön az argonplazma, amely egy rendkívül nagy, magas hőfokú ionizált gáz, több mint 2000 C fokos a hőmérséklete, és ezzel a magas hőmérséklettel vágunk és dolgozunk. Lényegében egy kékszínű színű gáz felhőként jelentkezik a műtéti beavatkozás Során, és ugye hát mindenki megrémülhet attól, hogy 2000 fokos Igen. hőmérséklettel dolgozunk, és hogy ez erre hogyan reagálnak a szövetek. Hát erre úgy reagálnak a szövetek, hogy tekintettel arra, hogy gázról van szó, ennek a hőkapacitása borzasztóan kicsi. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nagyon gyorsan vág de nagyon kiméletesen vág, ugyanis a szövetekben, lágyrészekben szinte azonnal elnyelődik ez a rendkívül magas hőmérséklet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vágási, illetve úgynevezett koagulációs zóna, ahol a sejtek megsérülhetnek, vagy a szövetek megsérülhetnek, az átlagosan egy sejt sor vastagságú, tehát még talán kisebb, mint egy éles eszközzel szikével lejtett Ez rendkívül jó gyógyhajlamot, a műtétnek a rövidülését, és az ápolási időnek a rövidülését eredményezi, amellett, hogy egy teljesen a traumatikus technikáról van szó. Most elsősorban a beteg szempontjából láttatta, vagy mondta el Igen. ezeket a dolgokat, de a, a műtéti team tagjainak mit jelent? A műtéti team tagjainak egy nagyon komoly felkészülést és képzést. Én magam ezzel dolgoztam többször is, tehát nem véletlenül esett a választásom erre a berendezésre, de egy nagyon komoly felkészülést, előképzést Igényel, hogy hogyan kell ezt a berendezést megfelelő biztonsággal, megfelelő technikával használni. Alapvetően e, e, nyilvánvaló e, a technikai részletek szempontjából, nyilván pedig a szöveti e, e, ellenállás, a szövetek preparálását e, kell e, begyakorolni, mielőtt élesben a beteghez nyúlna egy sebész. Hát én azt hiszem, hogy hamarosan már arról is beszélünk, mielőtt élesben a beteghez nyúltak ezzel az új műszerrel. Ránéztem az órára időnk véges, és minden bizonyja, a többet is megtudhatunk majd erről, meg hát magáról a, a jótékonysági koncertről, mert az ról nem szabad elfetkezni, hiszen az egész ennek köszönhető, többek között ennek köszönhető. Én pedig szintén köszönettel tartozom dr. Karosi Tamásnak, a Borsodabói zempén megyei központi kórház fülorgége és Sebészeti osztály vezetőjének, hogy bejött a Csillagpont rádió stúdiójába. Folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Önökön múlik, hogy mikor, mikor áll be ez a gép. Igen, remélem, Minden bizonyal hamar. hamarosan. Köszönöm még egyszer. Hamarosan már a nap híreit hallják az MT hírcentrum munkatársaitól. Tartsanak velünk!